Sok szeretettel üdvözlök mindenkit a Kisvakon csatornán. Leszettem a komposztom tetejét, meg már ide készítettem azt a füvet is, amit össze fogom vele keverni. Ez a szolgáltatja majd a jövő évi komposztot, és akkor a zajját, azt most át fogom rostálni. Már ide készítettem, ami rostán felakad, az ugye megy ebbe a száraz halomba. Ezt még itt ott egy kicsit megaprítom, mielőtt majd visszapakolom, és akkor vegyesen fogom visszarakni ezzel a frissen vágott fűvel. Na hát én rostálom, aztán mutatom, hogy mit kapok eredménynek. Lassan a talicska meg is telik. A cél az, hogy ezzel fogom feljavítani, pontosabban újra feljavítani a fóliának a földjét. Ősszel, amikor majd kikerül belőle minden, akkor ezt majd szétterítem, minél vastagabban, és ennyi. Fel se fogom ásni egyébként, tavaly se ástam fel a fóliát, idén se fogom, de csak szétterítem a komposztot, tetejére egy kis friss fűnyesedéket, és csókolom. Hát egész gyorsan megy, ez egy ilyen 10 perc munka, egy taliskányi komposzt, körülbelül 10 perc. Egy pillanatra megállok, látjuk, hogy a komposztban sok a giliszta. Tényleg sok. De a giliszta mellett ilyen csimaszok is vannak. Ebből is elég sok. Na szóval ezt semmiképp se bántsuk, ugyanis nem károsak. Tehát ezek a csimaszok, ezek csak az elhalt növényrészeket zabálják, ugyanis valószínűleg rózsabogár csimasz, ami nem bántja egyáltalán a földünket, vagy a kertünket, hanem csak azt csinálja, hogy ezeket a növényrészeket bomlasztja el, és ugyanez van a gilisztákkal is. Ne bántsuk őket, mert hasznosak. Hagyjuk benne a még lebontani való cuccba. Sajnos az eső megállt parancsol a munkának. Hát 300 liter anyagot sikerült kirostáljak, ennyi van megrostálva. Ugye ebből 200-at idehoztam be a fóliába, hallatszik is, ahogy esik. A többit meg hátra vittem, van egy ilyen kis fás kamrám, raktárom oda, hogy ne ázzon. Ez a 300 liter nekem tökéletesen elég lesz, hogy a fóliámba ezeket a paprikákat, ezt, azt, amaszt jövőre is csodaszépen meg tudjam etetni belőle, és jövőre is csodaszépen teremjen minden. Sajnos a komposzthalmat se tudtam teljesen befejezni, megmutatom. No hát mindaz látszik, eddig sikerült megtölteni, ez körülbelül a 2/3 az anyagnak, még az 1/3 bele kell tegyem,
Olyan majdnem háromnegyedik lesz, ami elég mennyiség ahhoz, hogy be is induljon még idén. Most az eső megáztatja egy kicsit, és pár nap múlva szerintem már melegedni is kezd. Hát köszönöm a figyelmet, én mindenkinek ajánlom, hogy komposztáljon. Nem muszáj így ládába, nekem is van lusta komposztom, tehát a nagy kertbot nem ilyen mennyiségű komposztálnivalom, hanem rengeteg. Ott komposzthalmot készítek, és hát ott azért tényleg ott köbméter szám gyűlik az anyag. Itt kevesebb van, de ugye ebből a kevésből is látjuk, hogy évről évre egy annyit, amennyit a kert igényel, egy jó 300 litert adott egy év alatt, szerintem ez teljesen jó, meg lehet termelni. Hát még egyszer köszönöm a figyelmet, mindenkinek ajánlom a Kisvakond Facebook csatornát is, Kisvakond Kertészkedők. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, viszlát!